Az idei évben is a már megszokott módon a vakáció 10 hete alatt összesen közel 60 ezer táborozót tudunk fogadni a Napközis Erzsébet táborokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakóhelyhez közel általában az iskolában, ott töltik a napnak a jelentős részét a gyerekek, közben elmennek kirándulni, kézműveskednek, sportolnak. És most már ezeknek a Napközis Erzsébet táboroknak sok esetben része az is, hogy följönnek Budapestre, és megnézik a Fővárosi Nagycirkusznak egy előadását. Idén először, mondhatjuk azt kísérleti jelleggel, több mint 700 óvodás kisgyermek fordul meg a Napközis Erzsébet táborokban. Az a célunk, hogy jövőre ezt a lehetőséget még tovább bővítsük. Hiszen azt szeretnénk, hogyha Magyarországon minden család segítséget tudnak kapni abban, hogy a gyerekek tartalmasan és a lehető leginkább olcsón töltsék el a nyári szabadságot.